Második rész. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki. A júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között. Mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomba megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérének vala, íme megjelenik az Úrnak angyala Józsefnek álomba, és monda. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólott, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelenik álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván. Kelj fel! Vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földjére. Mikor pedig hallá, hogy Judeában Archelaus uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. És odajutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.